A Syngenta Szersó rendezvény idén is sok újdonsággal szolgált a gazdák számára. A szakmai programok ebben az évben is a gyakorlati bemutatók köré összpontosultak. A főbb szántóföldi kultúrák kísérleti parcelláinak bejárása közben számos hasznos tanácsot kaptak a megjelent partnerek. A szántóföldi bemutató nyilván a Syngentának a termékpalettájából, a technológiai megoldásaiból kaptunk ízelítőt. Ugye itt a kalászos gabonákkal kapcsolatosan pedig hát elsősorban egy új hatóanyagot láttunk és ismertünk meg, ami ugye izopirazán, tehát alapvetően ugye a szegurész, ez a kereskedelmi neve ennek a készítménynek, és bemutatásra kerültek azok a 2014-től a termelők számára elérhető buzafajták, mint az illikó, a bologna, illetőleg a moasszon, amelyek én úgy gondolom, hogy a jelen termelői igényeket a legmessze menőbbig ki fogják elégíteni. A technológiai kísérleteket úgy állítják be, hogy a kezeletlen vagy kontroll parcellában látható legyen a gyom, rovar és egyéb fertőzöttség mértéke, és így le lehessen szűrni a kezelt parcellákon alkalmazott szerek teljesítményét. A kukorica gyomírtási technológiák négy technológiát jelentettek. Ez a négy technológia lefedi a teljes gyomproblémát kukoricában. Ez azt jelenti, hogy bármilyen gyomprobléma van a kukorica területen, Syngenta portfólióban, Syngenta gyomítószerrel megoldható. Az első bemutatott termék a már jól ismert és alapgyomítószerként használt Lumox volt. A következő készítményünk az Elumi Speak nevű technológia volt, amit posztemergensre javasolunk kiutatni. Olyan területekre, ahol az évelőek, a magról kelő egyciklűek, illetve az évelő egyciklűek gondot okoznak, például a fenyércirok, vagy elősebb magról kelő egyciklű fertőzés van. Az utolsó gyomítási technológia, Pronic nevű készítményünkkel történt. Ez a kombináció, ez egy tankombináció, szintén 3 hatóanyagot tartalmaz, egy olyan megoldás, ami a kukorica összes gyomnövény ellen hatékony. Az összes gyomnövény azt jelenti, hogy lehet szó akár magrókelőről, akár évelőről, akár egyszikűről, akár kétszikűről, ami kukoricába előfordul, minden ellen hatékony. És a növényvédelmi technológia zárásaként egy új termékről is beszéltünk. Az új termék neve Quilt XL, ez egy rendkívül érdekes témakör, amit a termék képvisel, mégpedig fungicid, azaz gombaölőszer használat a kukoricában. Jelenleg nincs Magyarországon takarmánykukoricában használható fungicid, ez egy új piaci szegmens, amit képviselni fog, a következő évben tervezzük értékesíteni, piacra hozni. A napraforgó technológiánkat mutattuk be. Gyakorlatilag egy újdonsággal ismerkedtek meg a termelők, mert a következő szezontól kezdve a vetéstől a betakarításig teljes termék palettával állunk a termelők rendelkezésére. A Neoma Magyarország első számú hibridje, ami azt jelenti, hogy több mint 200 ezer hektáron ezt használják a termelők, ami mutatja ennek a hibridnek úgy gondolom az erősségét. Új hibriddel is találkozhattak a termelők, amit jövőre vezetünk be, szintén IMI toleráns hibrid lesz, ugye azt látjuk, hogy ez a szegmens tovább növekszik, nagyon nagy a termelői igény az IMI hibridek iránt. Ez az új hibrid jelenleg regisztráció alatt van, de kint már a területen megnézhették a termelőink. A Syngenta a gyomírtás technológiáját és kínálatát bemutatta a napraforgó vonatkozásában is. A sikeres és már jól bevált termékeken túl az idei év újdonságaként ismerhetik meg a termelők a Listego nevű szert. Ezzel a készítménnyel válik teljessé a termékpaletta, hiszen a Listego posztállomány kezelésre alkalmas, ugyanakkor csak IMI toleráns hibrideken alkalmazható. A Syngenta Szersó újdonságaként bemutatkozott a vállalat új kezdeményezése, Ecotech program néven. A programban a Syngentával közösen stratégiai partnerként vesz részt az Agrobio, az Agrovir, a Budapest Bank, a Generáli Biztosító és a Védestad. A piacon is, tehát nem csak ezeken a rendezvényeken, bemutatókoron, akár a piaci munkában is azt lehet mondani, hogy együtt fogunk tudni dolgozni napi szinten. És úgy gondolom, hogy ez csak idő kérdése volt, és egy valaki, mondta Syngenta, aki úgynevezett föltette a kezét, hogy akkor elkezdi ezt szervezni, elkezdi ezt a gondolkodást. Szerintem valamennyi stratégiai partnerének, Syngenta stratégiai partnerének jól esett a Cigány Tibor ügyvezető igazgatónak az a mondata, hogy egy hosszú előkészítés után kiválasztottuk a kategóriából a legjobbakat. Az Ecotech összefogás célja, hogy fenntartható és intenzív növénytermesztési megoldásokat kínáljon a termelők nyerességének növelése érdekében. Kifejezetten a növénytermesztés szolgálja, a talajművelés, a tápanyag utánpótlás,
a vetőmag genetikai háttér és a növényvédelmi megoldások részeiből tevődik össze. A második nagyobb pillér pedig kifejezetten az üzemi működést szolgálja. Elsősorban ugye adminisztratív támogatást egy farm management szoftver segítségével, különböző beruházási finanszírozási ajánlatot, különböző biztosítási ajánlatokat takar. A Syngenta Szersó idei zárásaként új tanulságokat vonhatott le az agrárszakma. A termékek ismertetésén és a gyakorlati bemutatókon túl idén meggyőző eredményekkel és professzionális, komplex megoldásokkal álltak a Syngenta szakemberei a gazdálkodók mellé a siker érdekében.